Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2022. augusztus 31-én szerdán, pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket. Új szakaszába érkezett a Budapest-Belgrád vasútvonal építése, lezárják az Izsáki úti vasúti átjárót. Két új koreográfiával készül a Szivárvány tánc együttes a szüreti napokra. Új edzővel kezdte meg a felkészülést a KLC U11-es csapata. Újabb szakaszába érkezett a Budapest-Belgrád vasútvonal építése. A kivitelező szakemberei már megkezdték az Izsáki úton lévő vasúti átjáró átépítését. A most épülő Budapest-Belgrád vasútvonal a Kárpát-medence déli részét és a Balkán-félsziget északi részét szolgálja ki. Budapesten keresztül közvetlen kapcsolatot jelent Nyugat és Észak-Európa felé. Az infrastruktúra jelenlegi állapotában a vonal teljesítményének növelése nem lehetséges. A versenyképes közlekedési feltételek megteremtéséhez a sebességkorlátozó tényezők megszüntetése és az eljutási idők csökkentése szükséges. A sebességemelés és kapacitás bővítés a vasútvonal teljes átépítésével jár. A teljes körű fejlesztés nem csak a korszerűtlen műszaki feltételek miatt indokolt, hanem Magyarország Európai Uniós tagságából fakadó, az Európai Uniós átjárhatósági feltételek biztosítására vonatkozó kötelezettség miatt is. A Kiskőröst érintő szakasznál már javában tartanak a felújítási munkálatok, amelyek nem csak a vasúti vágányokat érintik. Mindamellett, hogy megújul majd az állomás épülete, a jelenleg nagy forgalmat bonyolító Izsáki útnál a vasúti átjáró átalakítására is szükség van, melyet több ütemben fognak megvalósítani. A jelenlegi munkafázisban félpályás lezárásra kell számítani az arra közlekedőknek, ugyanis a holnapi naptól, azaz szeptember 1-én reggel 9 órától az átjárónál jelzőlámpás félpályás forgalomkorlátozást vezetnek be. A főútforgalma jelzőlámpás terelés mellett váltakozó irányban fog haladni. A Bánfi utca a terelő úttól egyirányúsítva lesz, onnan nem lehet majd behajtani. A forgalomkorlátozás a tervek szerint november 10-ig tart majd. Holnap megnyitják kapuikat az oktatási intézmények a diákok előtt. Már sok éves hagyománya Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában, hogy augusztus végén családi délelőtre várják az elsős gyerekeket és szüleiket, hogy az első tanítási napon már otthonosan mozogjanak az iskolában a kicsik. Augusztus 30-án jó hangulatú családi délelőtt volt a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában, ahol az elsősök és a szüleik közelebbről megismerkedhettek a tanítónénikkel, egymással és az iskolával. A Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában idén 63 első osztályos három osztályban kezdi meg a 2022-23-as tanévet. Az első A osztály énektagozatos, ők néptáncot is tanulnak, ugye a testnevelés órákból vesszük el, illetve angol nyelvet tanulnak, mert nálunk első osztálytól indul az angol nyelv oktatása is. Az első B osztály, ami német nemzetiségi tagozatos, nyilván ők német nemzetiségi nyelvet tanulnak kiemelt óraszámban, és az első C osztály, ami tétes, ez azt jelenti, hogy természetismeret, illetve technika rajz tantárgyakból áll össze ez a tagozat. Az iskola belső udvarában megtartott megnyitón minden olyan pedagógus ott volt és bemutatkozott, aki majd tanítani fogja az elsősöket. Sokan voltak, igen, hát ennyien tanítanak. Egyrészt ugye a két tanítós modell miatt, másrészt a tagozatok miatt, a napköziben is van két tanítós modell, a hitoktatók és még a pedagógiai asszisztensek tulajdonképpen le is maradtak itt a végén. Hát sokan vagyunk és sokan tanítjuk őket, de én azt gondolom, hogy nem baj, mert ennyivel több az odafigyelés, a szeretet, az alkalmazkodás és minden egyéb, amit megtanulhatnak a gyerekek. A családi délelőttön bemutatkoztak azok a helyi hitoktatók is, akik majd a hittanórákat tartják az elsősöknek. Négy felekezet közül lehet választani, vagyis hát négy hittan közül,
Van az evangélikus természetes, ami Magyarországon nálunk a legmagasabb itt az evangélikus beiratkozóknak a száma. Ez azt jelenti, hogy általában évente vagy kettő, vagy három csoport indul. Ebben az évben kettő csoport fog indulni. Az első A és első C osztálynak az evangélikus hittanát Bolemányi Judit hitoktató fogja vinni, és az első B osztály fog hozzám tartozni. Emellett második legnagyobb felekezet szokott lenni a római katolikus hittan, ezt Tóth Katalin hitoktató fogja vinni, ő is több évfolyamot tanít már itt az iskolánkban. Református hittan van, ezt Pénzesné Erika fogja tartani, illetve Pénzes Péter lelkipásztor szokott még segíteni, hogyha neki esetleg más elfoglaltsága van, és van egy úgynevezett kisegyházas hittan. Ez többnyire a baptista és a pünkösdi gyülekezetből érkező tanulókat vagy gyermekeket fogadja be. A pedagógusok bemutatkozása után az elsősök a tanítónénik vezetésével megismerkedtek a tantermeikkel és az iskolával. Átvették első tankönyveiket és az intézményhez tartozásukat jelképező nyakkendőket. Ezt követően átvonultak az evangélikus templomba, ahol szeptember 1-én 8 órakor ünnepélyes tanévnyitóval elkezdődik a 2022-23-as tanév. A kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok programjai miatt a városban több útszakasz is lezárásra kerül. Ma este 19 órától egészen hétfő reggel 7 óráig lezárják a Budapest Bank parkolóitól a Szarvas fogadóig lévő útszakaszt. Az érintett részen a parkolók is lezárásra kerülnek. A Tomori Pál utca Zsák utcaként a Rákóczi utca felől megközelíthető lesz. Szintén ma este 8 órától zárják le a Pozsonyi utca parkolóit a Petőfi tértől a polgármesteri hivatal parkolója felőli bejáratig. Pénteken reggel 8 órától hétfő reggel 10 óráig a Pozsonyi utca a Petőfi tértől a polgármesteri hivatal parkolója felőli bejáratig lezárásra kerül. Szeptember 2-án pénteken este 7 órától egészen vasárnap reggel 5 óráig a Szarvasfogadótól az Árpád utca, Szent István utca kereszteződéséig lévő parkolók és útszakasz, valamint a masszív üzletház, szakrendelő, OTP előtti parkolók is lezárásra kerülnek a veterán autók bemutatója kapcsán. Pénteken reggel 6 órától vasárnap este 10 óráig zárják le a Petőfi Sándor művelődési központ mögött a Petőfi Sándor városi könyvtár és az emeletes ház által körülhatárolt parkolókat is. Megértésüket és együttműködésüket köszönik a szervezők, közlekedjenek óvatosan a nagy rendezvény ideje alatt. A kiskörösi városi rendezvények rendszeres fellépői a kiskörösi szivárvány tánc együttes tagjai, akik idén is színvonalas szlovák koreográfiákkal készülnek a kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napokra. A háromnapos programsorozat második napján szombaton lép majd színpadra az együttes a 14 órakor kezdődő folklorgála és szomszédolás keretén belül. A kiskörösi szivárványtánc együttes mindenki számára ismerős lehet, hiszen évek óta színesítik műsorukkal kiskörös és a térség programjait. Idén a kiskörösi szüret és szlovák nemzetiségi napok szombaton 14 órakor a Folklorgála és Szomszédolás című műsorában láthatjuk majd őket. Mindig nagyon előtérbe helyezi az együttes a helyi fellépéseket, hiszen ugye városunknak a szlovák nemzetiségét egy részét ugye képviseljük, és fontosnak tartjuk azt, hogy itthon legyünk akkor, amikor a szlovák rendezvények vannak. A Folklorgála és Szomszédolás című műsorban a szivárvány mellett műsort ad a kiskörös szlovák népdalkör és citera zenekar, a Tázlári Rozmaring asszony kórus, a Szólam Alapfokú Művészeti Iskola és a Hét Színvirág Alapítvány néptáncosai, a Bogár Zócitere együttes, valamint a Szalk Szent Mártoni néptánccsoport, akiket már a szlovák lakodalmas műsorban is láthattunk. Az idei szüret és szlovák nemzetiségi napokra Kővágó Zsolt, az együttes művészeti vezetője, új koreográfiákkal is készült. Most két új koreográfiánk van, amióta a Zsolti vette át a csoportnak a vezetését. Azóta két új koreográfiánk van, az egyik a kiskörösi anyag, amit már évek óta nagyon-nagyon szerettünk volna fölkutatni. Zsolti megtette ezt, összegyűjtötte a kiskörösi anyagot, és ezt ő színpadra állította, az egyik ez lesz. A másik pedig egy isaszegi tánc lesz, ami
amit szintén ő csinált, ugye ő isaszegi származású eredetileg, és régi vágyunk volt már, hogy isaszegi anyagot tanuljunk, ez is egy magyarországi szlovák anyag, ő pedig ezt nyilván profi módon tudta megtenni, úgyhogy ezzel a két számmal lépünk fel. A kiskörösi fellépés után is több feladat vár az együttesre. Ezek a fellépések, ezek folyamatosan jönnek. Tehát ugye az állandó fellépések megvannak, a kiskörösi, a kaskantyúi, a környező településekbeli fellépéseket, azokat nagyjából tudjuk minden évben, de hogy hova hívnak bennünket, az általában azért úgy spontán szokott jönni. Az elmúlt években a Szivárvány Folklór Együttes fiatal tagokkal is bővült. Markó Jánosné elmondta, hogy folyamatosan várják az új táncosokat az együttesbe. A Kiskörös LC utánpótlás labdarúgó csapatai közül az U11-es gárda is már javában készül az őszi szezonra. A gárda edzői teendőit Biácsi Gábor és Takács Gábor látják el. A Kiskörösi LC utánpótlás csapatai már megkezdték a felkészülést a Bozsik fesztiválokra és egyéb tornákra. A korosztály új edzője Biácsi Gábor mellett Takács Gábor lett, aki új edzőnek számít a klubnál. Nekem a fiam jár régóta már edzésekre, még Gyula bácsinál kezdett. Mindig jöttem, néztem őket, vagy ha kellett, segítettem az évek folyamán többször is, akár kupákon, akár egyéb tornákon. És akkor, mivel itt most úgy néz ki, hogy szükség van még emberre, én viszont szeretném is csinálni. Szeretek a gyerekekkel is foglalkozni, a focit is szeretem. Így indult ez az egész. Bár Takács Gábor új edző, nem ismeretlenek számára a játékosok, akikkel az elmúlt napokban már meg is kezdte a felkészülési munkát. Jó pár eltelt év alatt úgy sikerült megismerni magát a képzést is, a gyerekeket szintén, tehát a fiam egy évvel idősebb a jelenlegi általam edzett korosztálynál, tehát őket is ismerem, együtt is fociztak, illetve az újakat látásból, de igen, szerintem jól ki fogunk jönni. Az új edző Biácsi Gábor mellett végzi tanulóedzőként a feladatát. Az U11-es gárda jelenleg 15 fős kerettel rendelkezik. A fiataloknál jelenleg a legfontosabb, hogy megszerettessék velük a sportot és a mozgást. Takács Gábor is ennek szellemében végzi velük a munkát. Számomra a legfontosabb lenne az, hogy élvezzék azt, amit csinálnak, játszanak. Nem feltétlenül a győzelem lenne a fontos, de szerintem, hogyha elkezdenek játszani és élvezik a játékot, akkor nyilván ez párosulni fog eredménnyel is. De a legfontosabb lenne, hogy mozogjanak. A korosztály számára az edzések augusztus közepén kezdődtek el, és szeptember közepétől már a kiskörösi rendezésű Bozsik tornán és az egyéb helyszíneken megrendezendő kiemelt Bozsik tornákon vesznek majd részt. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Új szakaszába érkezett a Budapest-Belgrád vasútvonal építése, lezárják az Izsáki úti vasúti átjárót. Két új koreográfiával készül a Szivárvány Tánc Együttes a szüreti napokra. Családi délelőttöt szerveztek az elsősöknek a Petőfi iskolában. Több helyszínt is lezárnak a hétvégi nagy rendezvény miatt. Új edzővel kezdte meg a felkészülést a KLC U11-es csapata. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, valamint holnap reggel 6 órakor is. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon, vagy a közösségi médiában. A híradót követően lélekemelő vallási műsorunk következik. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek bennünket holnap is. A viszontlátásra!